Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2023. február 14. napja van ez a kávésüti bitcoin. Lássuk, hogy mi újság ma a bitcoin grafikonokon. Ahogy ezt a tegnapi Videóban említettem, ma az Egyesült Államokban inflációs adatok, CPI adatok kerülnek majd közlésre. Ez egy fontos információ lesz, mivel március elején ismét lesz kamatdöntő fedülés, és az elmúlt hetekben közölt nagyon erős munkaerő piaci adatokhoz képest fontos információ lesz az, hogy az inflációnak a mértéke hogyan alakul az Egyesült Államokban. A piacok tegnapi nap teljesen optimista üzemmódban voltak, gyakorlatilag a tőke piacok a makroinformációknak a kedvező alakulását árazzák előre. S&P 500-nak a grafikonján azt látjuk, hogy a csárpán kereskedési rendszer szerinti mozgó átlagok azok egy teljesen longos trend vannak. A kereskedési rendszer már a negyedik zöld gyertyát nyitotta itt meg nekünk a hetes grafikonon, úgyhogy alapvetően az indikátor a momentumot is longosnak érzékeli a piacon. Itt ezen a 4100 és 4200 dollár közötti zónában azért látjuk, hogy ez egy kínálati zóna, ide bele, -bele vikkelget az árfolyam, egyelőre nem tudta ezt túlkereskedni, amennyiben ezen a szinten át tudna az árfolyam menni, akkor célozható ez a 4270 és 4000 300 dollár közötti előző szint, ami itt egy kínálati szint volt, itt látjuk ezt a fordító gyertyát, ez volt az előző érdemi csúcs az S&P 500-nak a mozgásában. Itt nagyon fontos azt látni, hogy trendszinten ezt a korábbi csúcsot, ezt a korábbi alacsonyabb csúcsot az S&P 500-nak a mozgása ki tudta venni, úgyhogy a trendje ennek a grafikonnak nagyon szépen néz ki. A Nasdaq egyébként még nagyobbat ment tegnap, így néz ki azt látjuk, hogy a trendstruktúra az itt is egyértelműen longos, a momentumot longosnak érzi a csárpánkereskedési kereskedési rendszer. Itt a, a nasdaq ezen a 12.500 dollár fölött kezdődik egy egy kínálati zóna ez az, amiben csak belevikkelgetni tudott az árfolyam. Ha ezt át tudja kereskedni, akkor valószínűleg ezek a 13.500 körüli szintek a következő célozható értékek. Euró usa dollár grafikon, itt azért az látszik, hogy már valamennyivel negatívabb itt a helyzet, mint a tőkepiacokon, a pénzpiacok, azok kevésbé optimisták a makro trend alakulással kapcsán. Ez egy nagyon-nagyon erős euró erősödés volt itt tavaly ősztől kezdve, ami úgy látszik, hogy most itt ebben a zónában itt 1.08 fölött megakadni látszik, ez már egy Egyértelműen kínálati zóna, látjuk, hogy ezek itt már medvés gyártja struktúrák az előző hetekben illetve a két rövid mozgó átlag, a csárpán kereskedési rendszer, ugye a 30-as, 7-es és 3-as mozgó átlagokat figyelem. Itt a két rövid mozgó átlag végrehajtott egy medvés keresztezést, úgyhogy egyel gyengébb lett a trendstruktúra, de a gyertyák még zöldek, ez a kereskedési rendszer szerint egy longos momentumot jelent a piacon. Úgyhogy alapvetően ilyenkor, amikor a konszenzió mozgó átlagok itt bikás szinten végrehajtanak egy ilyen medvés keresztezést, ez gyakorlatilag a longos pozícióknak a csökkentését szokta indikálni, de ilyenkor még pozíciót nem zárunk. Bitcoin 7-es grafikonon itt jelöltem a korábbi fontos csúcsokat, illetve korábbi fontos mélypontokat a 2021 ősze óta tartó medvepiacon, és azt látjuk, hogy ez a 25.200 dolláros előző csúcs, ez egy olyan cél, amelyet a bikáknak át kell ahhoz kereskedniük, hogy price actionben is változzon a trend struktúra. Ugyanakkor azért azt látjuk, hogy a trend az alapvetően szépen alakul, hiszen a két rövid mozgó átlagunk az fönt van, most már hetek óta a hosszú mozgó átlag fölött, és a kereskedési rendszer az a negyedik hetes zöld gyertyát készült nekünk éppen készíteni, még a hét elején járunk, tehát nem biztos, hogy zölden is fejezi be ez a gyertya de egyelőre longos momentumot érzékel a rendszer a bitcoinnak a piacán. Itt egy nagyon fontos szintünk van, a 3 és a 7-es mozgó átlag találkozni készül itt ebben a 22 ezer dolláros magasságban jó lenne itt megtámaszkodni, és ettől északra mozgatni a bitcoinnak az árfolyamát, azért, hogy a rövid mozgó az ismét esetleg emelkedésbe tudjon fordulni, addig, amíg a két rövid mozgónk fenn van a hosszú mozgó fölött, addig nagy baj ezzel a trendszerkezettel nincsen. Mindjárt ránézünk alacsonyabb idősávon, hogy mik lehetnek azok a fontos szintek, amiket figyelni kell. Le is jöttem háromnapos nézetre itt a bitcoin grafikonján, ugye figyeljük ezt már egy ideje, hogy a kereskedési rendszer itt január közepén keresztezett föl, itt a két mozgó átlag felkeresztezett, megjöttek a zöld gyertyák, azóta egy szép longos momentumon érzékelt a rendszer itt a bitcoin piacán. Ezek a vikkek, ezek itt már jelzik, hogy kínálat van 23.000-24.000 dollár magasságában már kínálat lépett be a bitcoin piacára. Ez ugye egyáltalán nem meglepő, hiszen itt 25200 nál itt van előttünk ez a korábbi csúcspont. Várható volt, hogy ezen a szinten azért az eladók, akik azok már profitot realizálnak, elsősorban azok, akik ebben az emelkedésben részt vettek. Azt látjuk, hogy itt most már a háromnaposon is a két rövid mozgó átlag végrehajtotta a medvés keresztezést itt fönt a longos területen, ami a konszenzió kereskedési rendszernek a szabályai szerint a longos pozíciónak a csökkentésére szokott indikációt adni. Itt látjuk, hogy egy nagyon fontos szinten támaszkodik jelenleg a bitcoinnak az árfolyama. Ez a korábbi csúcsit 21.500 magasságában, ezt említettem nektek a tegnapi videóban is, hogy ez egy olyan szint, ahol hasznos lenne, hogyha meg tudna támaszkodni a bitcoin, és innen pattanni tudna, mégpedig azért, mert akkor meg lenne arra az esély, hogy három napos csárton ezt a szép longos trendstruktúrát ezt megőrizzük, de megnézzük, hogy mi a helyzet rövidebb idősávon egynapos bitcoin grafikon, itt egészen, hogyha ráközelítünk a bitcoinnak a mozgására, akkor itt azt láthatjuk, hogy a két rövid mozgó az a medvés keresztezést itt végrehajtotta február 5-én, tehát akik a napos csárton kereskedik a 30-as, es és 3-as mozgó itt a konszenziórendszernek a szabályai szerint, azoknak itt ezen a szinten már indikációjuk volt arra, hogy pozíció csökkentsenek. Alapvetően itt azt látjuk, hogy a két rövid mozgó átlag már lekeresztezte a hosszú mozgó most a bikáknak a feladata az, hogy ezt a szintet ezt megpróbálják megtartani és megőrizni, hogyha ez a szint felhasználható lenne arra, hogy innen pattanjon a bitcoinnak az árfolyama, az szerintem itt a januárban kezdődött emelkedő trend szempontjából egy nagyon-nagyon fontos jelzés lenne. Tudni, hogy ez nem egy igazán mély korrekció. Látjuk, hogy a hetes, illetve a háromnapos csárton is ettől a korrekciótól még a longos trend az teljesen irányban tudna maradni. Nézzünk rá egy pillanatra az oszcillátorokra, hogy látunk egy divergenciát. Itt azt látjuk, hogy az eresi az még lefele jön, felfelé egyelőre nem divergens ezen a támaszon, ugyanakkor a csárpánk momentum oszcillátornak a mozgásában itt látok optimizmusra adó okot. Itt az látszik, hogy a két rövid mozgó ezen a momentum indikátoron, mintha elkezdett volna felfelé keresztezni, ez egy jó hír. Meglátjuk, hogy az eresi is meg tudja törni ezt a lefele tartó trendet. Hogyha az eresi itt fordulni tudna a csárpánk momentum oszcillátor, is el tudna kezdeni emelkedni, az egy nagyon-nagyon fontos indikáció lenne arra, hogy ez itt egy erős támasz 21.500 dollár magasságában. Nézzünk le négy órás nézetre, hát, hogyha ott már találunk divergenciát, ami támogatja ezt a támaszt. Így is van. Itt vagyunk a 4 órás grafikonon, és itt azért nagyon szépen lehet azt látni, hogy itt van egy mélypontunk, itt van egy, mély, egy mély, mélyebb mélypontunk, és közben az rsi pedig már egy emelkedést látunk, illetve a Csárpánk Momentum Oszillátorban is emelkedést látunk. Ez itt 4 órás grafikonon egy nagyon szép divergencia, egy mélyről induló divergencia. Úgyhogy alapvetően ez tudna támogatni innen nekünk egy pattanást, itt lehetne egy ilyen dupla ajképzéssel, egy divergenciával támogatott pattanás, és én azt hiszem, hogy a magas időságú trend szempontjából ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon hasznos mozgás lenne. Igazából azt érdemes most figyelni itt rövid időságon, hogy az eresi mozgásában ez az emelkedő trend megmaradjon. Amíg ez a trend ez érvényben van, addig azt hiszem, hogy ez egy optimista szenárió, hogy innen pattanni tudunk. Ugyanakkor, ha egy kicsit távolabb jövünk, akkor az eresében ezt a trendet is be kell rajzolnunk. Látjuk, hogy ez egy nagyon régóta lefele tartó trend az eresének a mozgásában itt a négy órás csárton. Sok érintést kaptunk rajta, folyamatosan rajzolhatom, ide kicsit lejjebb, és teljesen mindegy, hogy hova rajzoljuk, ez nem fizika, meg nem is matematika, ez igazából csak trendelemzés. Én azt hiszem, hogy akkor tudnánk egy trendfolytatást kapni a bitcoinnak a mozgásában, hogyha ez az emelkedő trend erősebb lenne ennél a csökkenő trendnél, és ezt a korábbi csúcsot itt az eresének a mozgásában ki tudnák venni a bikák, ez jelenteni gyakorlatilag azt, hogy itt a dupla aljat követően ez a divergencia ezt kiadja magát, és akkor megindulhatna egy mozgás ide föl a 22.500 dolláros szint felé, amit látjátok, hogy korábban azért egy elég erős támasz volt ebben az oldalazó mozgásban. Én azt hiszem, hogy ha ez a divergencia szépen kiadja magát, akkor ez itt egy célozható szint lenne felfelé. Természetesen, hogyha ez a támasz itt elveszik, akkor irány lefelé. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nagyjából ennyit terveztem a bitcoin piacokról elmondani nektek, remélem, hogy továbbra is szeretitek ezeket a rövid kis reggeli bitcoin piaci összefoglalókat, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok az álfolyam mozgásokat a bitcoin piacán. Amennyiben így van, akkor a lájkokat, feliratkozásokat, megosztásokat és kommenteket továbbra is nagyon köszönöm, ezek nektek nem kerülnek semmibe, nekem viszont segítenek abban, hogy a csatornámat egy kicsit relevánsabbnak tartsa a YouTube. Szép napot és jó kereskedés nektek, találkozunk a következő videóban, sziasztok!